nagy szeretettel köszöntöm Somogyi Viktóriát, aki otthonról hazajött, hiszen az otthon a Róma és Székesfehérvár. Két olyan város, amit nagyon is jól tudjuk, hogy egyik oldalról a kereszténység bölcsője, a másik oldalról pedig a királyok városa. Nagyon fontos mindkettő számodra. De hogy miért lett Róma az otthonod, az azt hiszem, hogy nagyon fontos mindannyiunknak. Egy közgazdász hallgató, aki látszólag a realitás kellős közepén él és tanul, miként választ magának hivatást, egy olyan hivatást, amiben aztán kiteljesedik. Kezdjük a közgazdász szakvizsga előttről egy kicsivel. Először is köszöntöm a tévénézőket, és hát a közgazdász múltamról talán csak annyit mondanék, hogy igazából én bölcsész vagyok, magyar-angol szakos. Az ELTE-n végeztem, és aztán elvégeztem a pedagógia szakot is, és utána, amikor elkezdtem tanítani, akkor gondolkodtam azon, hogy hát ez már túl sok a bölcsészetből, és lehet, hogy valami gyakorlati tanulmányokat is érdemes lenne végezni ahhoz, hogy ha esetleg váltani szeretnék, akkor legyen lehetőségem új területen kezdeni az életemet. És akkor elkezdtem a Külker főiskolát. És amikor a Külker főiskolának az utolsó évéhez érkeztem, amikor is szaknyelvvizsgát kellett tenni az angol mellett egy másik nyelvből, ez lett az olasz, és meg kellett írni a szakdolgozatomat, akkor kaptam a jezsuitáktól egy ösztöndíj lehetőséget arra, hogy Olaszországban írjam meg a szakdolgozatomat, egy olasz témát választottam. És így kerültem ki Rómába. Így lett Róma az én második otthonom. Ez egy komoly történet, hiszen a La Sapienzán, tudom én, az Sárközi professzortól nagyon-nagyon sok magyar tanul, és azt hiszem, hogy egy kicsit kitágulott a világ. Téged milyen benyomások értek? Igen, én előzőleg már Angliában tanultam egy évet, ott kezdtem el igazából olaszul tanulni, úgyhogy soha életemben nem voltam Olaszországban előtte. És amikor kikerültem a La Sapienzára, a nemzetközi kapcsolatok szakra, igazából oda azért iratkoztam be, hogy legyen egy jó háttér ahhoz, amit végül is a szakdolgozatomban meg kellett írnom. Ott találtam egy professzort, akinek szintén Somogyi volt a vezetékneve, és ő segített anyagok összegyűjtésében. És amikor az ember külföldre költözik, vagy külföldön lehetőséget kap tanulni, akkor tényleg nagyon kitágul a horizont. Tehát bekerül egy más kultúrába, nyilván elsajátítja a nyelvet, vagy már úgy érkezik, hogy beszéli a nyelvet. Én részben így érkeztem. És akkor valahogy tényleg egy új világba kerül, és ebben az új világban meg kell találni a helyét. Szerencsére már volt tapasztalatom Angliából, tehát hogy hogyan érzi otthonosan magát egy másik kultúrában az ember, hogyan tud minél előbb alkalmazkodni az ottani körülményekhez, és így már egy kicsit otthonosabban éreztem magam Rómában, a La Sapienzán, és hát ez annak is köszönhető volt, hogy egyrészt az olaszok nagyon befogadóak, és hát van egy kis magyar közösség, amit te is ismersz, ami szintén nagyon befogadó, és hát itt meg kell említenem a Szőnyi Zsuzsának a nevét, aki Szőnyi István festőnek a lánya, és ott élt 1949 óta, akivel barátságba kerültem. Lehetőségem volt arra is, hogy egy ideig nála lakjak, aztán később újra, amikor már részben itthon élt, illetve Rómában, és hát ő volt tulajdonképpen a másik meghatározó élményem. És ráadásul ott van a legendás hely, ami sajnos most már, majd később erről esik szó, hogy a segítségére talán folytatódik, de a Tríznya kocsma, amely gyűjtőhelye volt jó értelemben véve a magyar kultúra találkozási pont, ha úgy tetszik. Azt hiszem, hogy Szőnyi Zsuzsa nagyon sokat tett azért, hogy a festőművészek, irodalomtudósok, teológusok, nem sorolom, de jószerivel rendszeresen találkozhassanak az ő otthonában. Igen,
őt ugye aventinuszi tündérnek is nevezte az egyik magyar híres értelmiségi, aki megfordult többször is a kocsmában, a Triznya kocsmában. Zsuzsa végül is tényleg a magyarok nagyasszonya volt, ahogy másként is nevezték, mert mindenkit a szárnyai alá vett. Ez a szombati lehetőség, hogy egy magánlakásban összetalálkozzon néhány ember, sőt, mondhatni 40-50 ember alkalmanként. Ez egy olyan bensőséges közeget teremtett az ottani magyar közösség számára, hogy viszonyítási ponttá vált. És mindenki valahogy ennek köszönhetően is otthon érezte magát, mert hogyha tényleg magányos volt, vagy úgy érezte, hogy tényleg elmerül az olasz világban, akkor is jó volt egy kicsit alkalmanként, egy héten egyszer találkozni magyarokkal, és beszélgetni, eszmét cserélni, illetve nyilván ez a segítségnyújtás helye is volt, mert az ember megosztotta a gondjait, és hát valakinek volt valamiféle javaslata. Tehát ilyen szempontból is. Kell, hogy szó esik arról is, ugye Lászaitól tudjuk régről, hogy Róma mindannyiunk közös hazája. Ugyanakkor fontos, hogy Somogyi Viktória mikor érezte úgy, melyik volt az a pillanat, amikor azt mondtad magadban, hogy megérkeztem, hogy valóban Róma lett az otthonom. Nyilván az ember életében fontos az, legalábbis az enyémben, hogy legyenek biztos pontok, biztos viszonyítási pontok. Így a 2004 májusában a Vatikáni Rádió magyar szekciójába kerültem, és azóta is ott dolgozom. Azt gondolom, hogy természetesen már a római megérkezéskor Róma lelkületéből kifolyólag érzi az ember úgy, hogy megérkezett és otthon van. Tehát ez, hogy ez az olasz lélek, ami nyitott és befogadó, és Róma, hogyha egyáltalán a Vatikánra gondolunk, illetve a Szent Péter térre, a Bernini által tervezett két oszlopsorra, ami tényleg két kitárulkozó karként fogadja az odaérkezőket, valahogy így érzeztem Rómában magam, hogy visszaérkeztem egy helyre, ahol előzőleg egyszer voltam. Mikor lehet kimondani, hogy valóban én már rádiós vagyok, hiszen ez nyilván egy folyamat. Függetlenül attól, hogy egy bölcsész, aki ráadásul a realitások talaján is otthon van, hogy lesz rádiós? Hiszen te Vértesai László után és előtt kezdted a pályafutásodat egy különleges közegben, hiszen a Vatikáni Rádió a pápa hangja. Igen. Mikor lesz az ember rádiós? Nem tudom, hogy 11 pár év után is elmondhatom azt, hogy azzá váltam. Igen, ezzel egyetértek, és tényleg úgy van, hogy ez egy folyamat, és lehet, hogy az ember talán sosem lesz az, vagy az első pillanattól is azzá válik, de nyilván szükség volt évek gyakorlatára, hogy elsajátítsa az ember az ottani rutint. Kitűnő munkatársaktól tanulhattam, Ipacs Katalintól, aki már nyugdíjas, illetve Vercse Mártától, és hát Gedő Ágnes kolléganőm érkezett azt hiszem egy évvel vagy kettővel előttem. Tehát igazából tényleg egy sajátos közeg, amiben a Mártának és Katinak köszönhetően, akik már évtizedek óta ott dolgoztak a rádióban, sok mindent elsajátíthattam, illetve sokat köszönhetek a Nemzetközi Újságíró Társaságnak is, mert hogy ugye a Vatikán az egy gyűjtő központ ebből a szempontból is, ugye amikor arról beszélünk, hogy katolikus egyház, akkor a katolikus az végülis egyetemességet jelent, és a sajtó világában is elmondhatjuk azt, hogy a világ minden részéről találhatunk Rómában, illetve a vatikáni sajtóteremben újságírókat, és így rajtuk keresztül is nagyon sok mindent tanulhattam az amerikai sajtóról, vagy a nemzetközi sajtóról általában. Mennyire különleges a Vatikáni Rádió műsor struktúrája, hiszen a pápa hangja, és a hazai nyelven, tehát magyarul kell szólni, és a leglényegesebbeket említeni nyilvánvaló. Igen, hát a Vatikáni Rádió önmagában egy nagyon sajátos intézmény. 1933-ban jött létre 11. Pius pápa kérésére, aki meghívta Guglielmo Marconit, a rádió feltalálóját, hogy az akkori legmodernebb kommunikációs eszközt állítsa az evangelizálás
középpontjába, és ennek köszönhetően jött létre a Vatikáni Rádió, akkor még a Vatikáni kertekben, amit látni is lehet az épületet a Szent Péter Bazilikának a kupolájából, és aztán lassan-lassan egyre több különböző nyelvi program jött létre, jelenleg több mint 42 nyelvi program működik a Vatikáni Rádióban, ezzel a jelenlegi világ legnemzetközibb rádiója, bár nagyon sokan ugye nem hallanak róla, vagy nem tudnak, talán a katolikus világban igen. És tehát ebből a kontextusból kifolyólag is maga már az intézmény egy sajátos jelenség. Aztán a magyar szekció szintén az, mert mi talán szerénység nélkül elmondhatjuk azt, hogy a magyar katolikus egyház számára egy fontos viszonyítási pont vagyunk, azáltal, hogy a pápa és a Vatikánról első kézből tudósítunk. Tehát nyilván korábban ez még inkább ilyen referenciapont volt a rendszerváltás előtt, amikor Páter Szabó Ferenc jezsuita vezette több mint 25 éven keresztül a magyar szekciót. Nyilván aztán a rendszerváltás után, amikor főleg aztán az internet megjelenésével már mindenki hozzáférhet a vatikáni hírekhez, tehát a Magyar Kurír is fantasztikus munkát végez, illetve az egyéb magyar katolikus hírforrások, televíziók vagy rádiók egyaránt. Most visszatérve a Vatikáni Rádió sajátosságára, tehát a magyar program egészében Ferenc pápa, vagy az adott pápa és a Vatikán tevékenységéről tudósít magyar nyelven a magyar katolikusok felé, nem csak hazánkban, hanem a határainkon túlélő magyarok felé is. Ez rendkívüli felelősség. Ez rendkívüli felelősség, ezért nyilván a három főből álló szekció megtesz mindent annak érdekében, hogy hűen tolmácsoljuk az adott pápa szavait. És a műsor szerkezet is nagyon sajátos, ugye napi 20 perc adásunk van. Ebből korábban az eredeti felosztás az volt, hogy mondjuk az első harmad a pápai hírek. Tehát kiket fogadott a pápa, milyen beszédeket mondott, kikkel találkozott, hova üzent. A második része a programunknak a vatikáni hírekből állt, a különböző vatikáni dikasztériumok, minisztériumok milyen tevékenységet folytatnak, vagy a Szentszék képviselői milyen beszédeket mondanak a nemzetközi szervezeteknél, mint az ENSZ vagy egyéb szervezetek. És a harmadik részt szenteltük általában a Magyarországról, a Vatikánba vagy Rómába érkező magyar zarándokok, tudósok, művészekkel készített interjúknak. És aztán ugye, amikor megérkezett Ferenc pápa, a műsorrendünk felborult, mert annyi mindent csinál, és olyan sok szerteágazó a tevékenysége, hogy mi gyakorlatilag szaladunk utána, és örülünk, hogyha hírt tudunk adni arról, amit ő végez napi tevékenységként, és aztán hát azért belefér a vatikáni dikasztériumoknak a tevékenysége is, de jelentősen háttérbe szorult, például az egyetemes egyházról adott híreknek a lehetősége. Ha már szóba került Ferenc pápa, akkor ugye 16. Benedek volt az első pápa, aki akkor regnált, amikor elkezdted a munkát. Milyenek a pápák egyébként? Hiszen abban a szerencsés helyzetben vagy, illetve hát a munkádból adod a természetes helyzetben, hogy azért találkozol az egyház fővel. Amikor megérkeztem 2004 májusában, akkor most már Szent II. János Pál utolsó évét volt szerencsém megismerni. Ez nyilván egy nagyon fájdalmas történet volt, amikor láttuk a szenvedő pápát az utolsó erőfeszítéseiben is a hívekhez szólni. De tényleg egy örök emléket hagyó időszak volt ez, különösen akkor ugye, amikor elérkezett a halála, és
milliók érkeztek Rómába, hogy lerólják kegyeletüket a Szent Péter Bazilikában a pápa előtt, és a Vatikáni Rádió épülete, ugye a Via della Conciliazione, a hosszú Vatikánhoz vezető utcának a legelején van, az Angyalvárra nézünk, és az épület előtt haladt el ez a hosszú sor. Volt, akik 24 órát, 28 órát sorakoztak, és számomra talán az volt az első ilyen nagyon mélyen meghatározó élmény, amikor megértettem azt, hogy tényleg a katolikus egyház mennyire egyetemes. És az, hogy a világ minden részéről egy halott pápa miatt oda sereglenek az emberek, és néma csendben. Tehát ugye egész nap ott ültünk, 7-8 órát, az ablakból kinézve láttuk a teljes fegyelemben kulturáltan viselkedő emberek sorát napokon keresztül. Ez tényleg akárkivel beszélek, aki megélte azokat a napokat, hasonlóképpen nyilatkozik, hogy hihetetlen, hogy mit láttunk és mit tapasztaltunk meg. Nagyon hálás vagyok ezért a gondviselésnek, hogy ez ebben részem lehetett. És aztán elkövetkezett 16. Benedek pápa időszaka, az nyilván a II. János Páli különleges és nagyon meghatározó egyéniség után 16. Benedek pápa jóval visszafogottabb, egész más karakterű pápasága egy más időszakot mutatott be számunkra, ami hasonlóképpen nagyon érdekes volt, elsősorban intellektuális szempontból. Tehát 16. Benedek pápa, a korábbi József Ratzinger, a katolikus egyház legfelkészültebb teológusa a mai napig. Tehát fantasztikus élmény volt a gondolatait megpróbálni visszaadni a magyar hívek számára. És aztán ugye berobbant a köztudatba a Ferenc pápa, aki pedig tényleg egy második János Páli hihetetlen karizmával rendelkező pápa. Nem véletlen a népszerűsége. Igen. Azt gondolom. Beszéljünk a rádióról még egy kicsit. Vértesai László neve elválaszthatatlan a Vatikáni Rádiótól. A jezsuita szerzetes tartományfőnök helyettesből újra rádió főszerkesztővé avanzsát. Nagyon fontos személyiség ő a Vatikáni Rádió történetében, a 21. századi történetében mindenképpen. Mennyiben más az ő stílusa, mint az előzőek? Hiszen ő egy olyan karizmatikus egyéniség, aki nem igazán rádiós, mondom én. Ugyanakkor nagyon is rádiós típus, pontosan amiatt, hogy Vértesai László jezsuita atya nagyon karizmatikus személyiség, tehát nem véletlen, hogy a Mária utcában is tömegek keresték fel a plébániáját, amikor azt vezette, és a fiatalok közül is, tudom, az unokaöcséim is emlegették sokszor, hogy mentek a különböző előadásaira, programjaira, amiket szervezett. Tehát ő a karakterénél fogva egy nagyon sugárzó ember. És a különböző jegyzetei, amiket mint főszerkesztő ír a rádió számára, nagy népszerűségnek örvendenek. Tehát nyilván Szabó Ferenc atya után és Pacs Ferenc jezsuita után Vértesai László atya hozza maga stílusát, ami tényleg nagyon magával ragadó, nagyon lendületes valaki, és nagy élmény vele együtt dolgozni, és nagyon sokat beszélgetünk, megosztjuk egymással a gondolatainkat, és hát ahogy a hívek is elgondolkodnak Ferenc pápáról, pro és kontra, mi is sokat gondolkodunk arról, hogy hogyan is értelmezzük, és egyáltalán amikor napközben felmerülnek gondolatok a pápa szavainak fordítása közben, akkor tényleg kis-kis kitérőt teszünk a nemzetközi helyzetre, és abban próbáljuk elhelyezni Ferenc pápa szavait. Ismerkedjünk meg a világjáró Somogyi Viktóriával, hiszen bármennyire is a központi hely az életedben Róma, azért a tengeren túl és egy számtalan másik hely is szólít téged.
Igen, én nagyon szeretek utazni, és mivel 10 éves korom óta angolul tanulok, ezért valahogy a szívem nagyon is az angol szász világhoz is fűz, vagy elsősorban oda fűz a mai napig, bár nagyon szeretek Rómában élni, és tényleg úgy érzem, hogy otthon vagyok a mediterrán világban is, és valahogy ez az angliai egyéves tartózkodás számomra nagyon meghatározó élmény volt, ott is úgy éreztem, hogy otthon vagyok, és igazából, ha akkor Európai Uniós tagok lettünk volna már Magyarország, ugye ez 2004 előtt volt, akkor szívesen fejeztem volna be ott a tanulmányaimat, csak mivel ugye akkor még a 90-es évek második felében től még elég távol voltunk, ezért nem tudtam volna kifizetni az ösztöndíjamból, vagy egyébként, ha elkezdtem volna dolgozni a tandíjat akkor még tengeren túlinak és nem Európai Uniósnak minősülő magyarként. És valahogy ez az angol szász szerelem, ez mindig is velem maradt. Nagyon sokszor jártam vissza utána Angliába, és 2005-ben kapcsolatba kerültem egy amerikai kutatóintézettel, és meghívást kaptam a nyári egyetemükre, talán 2006-ban először. És hát azért, mint jó európai, természetesen volt egy elképzelésem, jelentős előítéletekkel teli az Egyesült Államokról, hogy ugye igen, Coca-Colát isznak, hamburgert esznek, és hát nagyjából ez az európaiak által elgondolt Amerika kép élt bennem. És aztán megérkeztem egy fantasztikus intellektuális közegbe, ahol úgy éreztem, hogy hát azért itt kapaszkodni kell intellektuálisan is, mert az az Európában népszerű Amerika kép azért nem teljesen állja meg a helyét, és mivel egy hónapot voltam akkor kint, gondoltam, hogy a nyári egyetem mellett szeretném azért megnézni mondjuk New Yorkot, vagy Chicagót, illetve Washingtont, ezért megszerveztem egy ilyen körutat is magam számára, és akkor eszméltem rá, hogy igen, azért az előítéleteket ezen a téren is érdemes eloszlatni. Fontos, hogy néhány szót váltsunk arról is, hogy milyen az amerikai katolikus, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy egy kicsit más a kereszténység Észak-Amerikában. Igen, nekem mindig az az élményem az észak-amerikai katolikusokkal szemben egyrészt, hogy jobban katolikusok, mint mi európaiak, tehát sokkal határozottabban vállalják a hitüket, és a közéletben is ez jelentősen megnyilvánul, míg talán Európában háttérbe szorulóban van az, hogy a katolikusok nyíltan felvállalják, és a politikában vagy a közéletben kiálljanak a hitük mellett. Az Egyesült Államokban ez úgy érzem, hogy sokkal meghatározóbb, és mivel azért az Egyesült Államok egy protestáns alapokra épülő ország, a katolikusságban is érzek egy ilyen erősen protestáns hajlamot. De ez nagyon színes és érdekessé teszi az egyetemes egyházunkat, a katolikus érdekes egyházat. Ezt hallani a reformáció évében és ezen a helyszínen minden esetre. De mi az, amit ezen túl elsajátíthat egy ember fia, aki azért hithű katolikus Amerikában? Mi az, ami megtanulható tőlük? Az amerikai katolikusság a legjelentősebb vallási közösség az Egyesült Államokban, a legnagyobb számú, és elmondhatjuk azt, hogy a legtanultabb is. Tehát az amerikai katolikusok nagyon felkészültek egyrészt a hitükből is, tehát a hitoktatás is úgy érzem, hogy nagyon erős az Egyesült Államokban, talán jobban tisztában vannak a hitünk alapjaival, mint talán mi európaiak, akik talán Benedek pápa szavaival olyan kultúrkatolikusok vagyunk, tehát ebben a közegben növünk föl, de aztán
valahogy annyira nem éljük meg a mindennapokban a hitünket. Statisztikák mutatják, hogy az Egyesült Államokban a mai napig a hívek 50%-a jár vasárnap misére. Ez Európában örülünk, hogyha 10% körül van. Tehát ebben is megmutatkozik az, hogy ők nagyon is odafigyelnek a hitükre az európai katolikusokkal szemben. És ahogy említettem, a közéletben is, például ez a kutatóintézet, amellyel kapcsolatba kerültem, ez mondjuk egy ökumenikus intézet, de nagyon erős a katolikus csoport náluk, és úgy láttam, hogy intellektuális téren is sokkal jobban foglalkoznak a hitükkel, és próbálják értelmezni a valóságot, legyen az közgazdaság, filozófia, bármilyen más területe, környezetvédelem, azt próbálják valahogy a katolikus eszméken keresztül tekinteni és értelmezni. Jó, hogy ezt elmondtad, hiszen az európai fül másként értesül általában az amerikai katolicizmusról. No, viszont beszéljünk egy másik műfajról, legyen ez a film, mégpedig azért már a filmet ugyan még nem láthattuk, de egy hiánypótló és azt mondom rendkívül eredeti és egyedüli vállalkozás a tiéd. Igen, ez az Egyesült Államokban az utolsó 10 évben, minden évben eltöltött egy hónapnak az eredménye, maga az ötlet. Tehát ugye 2006-tól kezdve a szabadságaimat az Egyesült Államokban töltöttem, és ez alatt az egy hónap alatt igyekeztem körbejárni az ottani magyar közösségeket, végiglátogatni a plébániákat, interjúkat készítettem a Vatikáni Rádió számára az atyákkal, tehát az ottani magyar papokkal, illetve a közösség tagjaival is. Nem csak egyházi szempontból, hanem egyéb magyar értékek, kultúra, hagyományok szempontjából kiemelkedő tevékenységet folytató személyekkel. És egy idő után nagyon szomorúan kezdtem el azt a jelenséget megtapasztalni, hogy bezárnak ezek az ottani magyar templomok. És nem értettem, hogy persze nyilván egyre kevesebb a katolikus, mert az 56-os, tehát a második világháborús 56-os hullám, vagy esetleg a rendszerváltás közeli utáni hullámból kevesebb magyar érkezik, mint a korábbi időszakokból, de hogy valójában mégis miért zárnak be ezek a templomok? És akkor merült fel annak a gondolata, hogy érdemes lenne ezt elmélyíteni és felkutatni, hogy valójában mik azok az indokok, amik ehhez vezetnek. Mert talán ez nem túl nagy bátorság kijelenteni, hogy az Egyesült Államokban, vagy talán a határon túl, a tengeren túli magyar plébániák szerepe talán nem is abból a szempontból a legfontosabb, hogy a hitet átadják, hanem a magyar identitás, a kultúra, a hagyomány, a történelem átadásának a helyszínei. Azon túl, hogy nagyon fontos közösségépítő erők, tehát a magyar közösség összetartásában is kiemelkedő szerepet játszanak. Azt tapasztalhatjuk az amerikai magyar történelem alapján, hogy számtalan közösség, város, ahol nagy magyar kolónia élt, talán bezárnak a különféle magyar szervezetek, és tovább költöznek. Mégis a templom az, amelyik utoljára eltűnik. És felmerült bennem, hogy ezeknek nem szabadna eltűnniük, és minden erőfeszítést meg kellene tenni azért, hogy ezek az intézmények továbbra is nem csak fizikálisan jelenjenek meg az amerikai földrészen, hanem gyakorlatilag azt a szerepet is be tudják tölteni, ami kiemelkedő az ott élő magyar közösségek számára, ez a magyar kultúra, identitás és hagyományok átadása. Tehát elkészült a film, és mikor láthatjuk? Igen, tehát 2,5 év munkája, a megfeszített munkája után december 31-ére kellett elkészítenem az 50 perces változatot. Ez angolul készült, abból a meggondolásból kiindulva, hogy
talán ne csak a magyar közösség számára legyen megismerhető a magyar közösség ottani kálváriája, hanem mutassuk be ezt az Egyesült Államokban egy szélesebb közönségnek is, mert ugye, mint kiderült számomra is, nem csak a magyar templomok zárnak be, hanem nagyon sok más etnikai plébánia is, így a lengyel, litván, francia, angol, olasz plébániák is, illetve az amerikai plébániák is. És így lett végül is egy kis magyar projektnek induló filmtervből egy jóval nagyobb spektrumú film. Mert át kellett ahhoz tekintenünk az amerikai katolikus egyháznak a helyzetét, valóságát, hogy abban tudjuk elhelyezni a magyar valóságot, mert bár ugye magyar szigetek ezek az egyházi közösségek, mégis betagozódnak az amerikai katolikus egyház valóságába, és így. Érdeklődéssel várom, és azt gondolom, hogy mindannyian egyetlen egy dolgot még meg kell említenünk, hiszen beszéltünk a Trézinya kocsmáról. Ugye Szőnyi Zsuzsa sajnos nincs már köztünk, de azt hiszem, hogy jó barátnőként és igazi gondolkodó emberként biztos figyelt téged fentről, hogy sikerül-e folytatni azt a munkát, amit ő megkezdett, hiszen erre megvannak a terveid. Igen, amikor Zsuzsa hazaköltözött és feladta a római lakását, akkor én is ugye elköltöztem abból a lakásból, és hát új életet kezdtem egy másik helyen. És amikor pedig elköltözött a földi valóságból, akkor tényleg felmerült bennem, hogy mennyire fontos volt az a közösségépítő szerepe, amit több évtizeden, hosszú évtizedeken keresztül betöltött az ottani magyar közösségben. És mindig utána úgy kerestem lakást, amikor költöztem egyik helyről a másikra, hogy legyen akkora hely, hogy én is valami hasonlót tudjak elkezdeni az ottani magyar közösség számára, legyen egy ilyen találkozási hely, mondjuk én azt tényleg nem tudom vállalni, hogy minden hétvégén, vagy Zsuzsa is végül is a hónap 3 hétvégén tartott Trisznyakocsmát, tehát én ezt nem tudom vállalni, de hogy vagy havi rendszerességgel, vagy tényleg amikor lehetőségem van, akkor összehívjam az ott élő közösség tagjait. És hát ez aztán a filmprojekt elindulásával, ugye a főállásom, illetve egy film elkészítése mellett úgymond szünetelt, de most, hogy egy kicsit felszabadultam a film nyomása alól, újra tervezem, hogy elindítom ezt a fajta találkozó lehetőségeket, és hát a teraszon, így a nyári időszakban összehívjam az ott élő magyarokat, és mindig nagy örömmel találkozunk, és ülünk le, osztjuk meg az élményeinket. Így legyen, most viszont itt vagy velünk, tehát egy kicsit hazajöttél egy családi ünnepre, édesanyán születésnapjára, ezúton is sok boldog születésnapot kívánunk. Tudsz ilyenkor egy kicsit fehérvári lenni? Igyekszem, bár tényleg mindig 3 nap az, amire haza tudok jönni, akkor van hosszú hétvégém a rádióban, és akkor, amikor lehetőségem van, bejövök, sétálok egyet a városban, és mindig nagy örömmel tapasztalom azt, hogy felújítanak épületeket, megjelennek új szobrok, illetve próbálom azért követni a város kulturális életét is, amennyire tudom. Nyilván ezt az internet, illetve a kedves barátok, ismerősök megkönnyítik a Facebookon keresztül is, mint te is, illetve a város vezetéséből megismert személyek is. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért, és hát nagyon örülök annak, hogy a székesfehérvári képviselők az önkormányzattól, illetve a médiából ellátogatnak Rómában, és így gyakorlatilag összekötjük Székesfehérvárt Rómával a te filmeden keresztül is. Mert Róma mindannyiunk közös hazája. Igen. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm.